Zenés műsor kísérte a jótékonysági rendezvényt a mozitéren. Az eseményt minden évben karácsony előtt tartják. Ilyenkor a Fidesz dunajvárosi politikusai, köztük Dorkota Lajos, Galambos Dénes és Cserna Gábor árulnak forralt bort. A vendégek pedig egy dobozban helyezhetik el adományaikat. Városunk 10 polgára elmondta. A dunajvárosiak megmutatták, milyen az, amikor egy egész város összefog egy-egy ügyért. Ebben az évben Dunajváros bizonyított a polgárai, társaságai, cégei az összefogásból, hiszen nagyon sok jótékonysági célt valósítottunk meg közösen, Pecsét Istvántól kezdve, Kamillán át, kórház támogatásán át és egyéb célokért. És ez egy esemény csak a sokból, és nagyon örülök, hogy ennyien itt vannak, és támogatják a kórház fejlesztési céljait. Én bízom benne, hogy a jövőben is tudjuk ezeket a rendezvényeket folytatni. Nem bántom, mondom, a Fidesz Dunajvárosi Szervezete azt gondolom nem csak vasárnapja apukája ennek a városnak, a térségnek, hiszen egész évben rendeznek ilyen jótékonysági rendezvényeket. Igen, mint említettem, egyébként kiemelkedő a város ebből a szempontból. Ha volna verseny, meggyőződésem, hogy Dunajváros nyerné meg. Nem hallottam még sehol, hogy ennyi nemes szélér összefogtak volna a városlakók. Ha bálokra gondolunk, rendezvényekre, sporteseményekre, ahol gyűjtöttek a rászorultaknak, gyűjtöttek a beteg embereknek, ez egyedülálló Magyarországon, és erre nagyon büszkék vagyunk mi, és szeretnénk ezt a jövőben is folytatni. Bízhatunk esetleg abban, hogy ez az idei még sikeresebb lesz, mint a tavalyi? Ez fix, ebben biztos vagyok, és mint említettem, ezt nap mint nap meg kell élni, és én úgy látom, hogy ez a város erre alkalmas, tehát nem csak egyéni és egyedi napokon, hanem nap mint nap, akin tudunk, segítünk.